2002-ben volt 5,89, 2011-ben 4,56. Ezek az adatok is azt mutatják, nagyban lecsökkent a házasságkötések száma városunkban is. 2002-től végül is olyan 130-szal csökkent a házasságkötések száma, de nagyon érdekes, mert egyik évben csökken 50-70-nel, következő évben ugyanez visszamegy ez a szám. Tehát azt mondhatom, hogy olyan 500 körül mozog. A változás szinte törvényszerű, legalábbis ha a nyugat-európai társadalmi tendenciákat nézzük. A jelenlegi változásokat, vagyis a gyerekszám csökkenést, illetve azt, hogy egyre kevesebben kötnek házasságot, a szociológusok második demográfiai átmenetnek nevezik. Egyik hatása természetesen a gyermekvállalási időszak kitolása, kitolódása, ami a termékenység csökkenésével is jár, és egyben egy csökkenő népességet is hoz magával. Másrészt önmagában a gyerekszám csökkenése is egy ilyen jelensége ennek a társadalmi átalakulásnak, és hát természetesen ebben az önmegvalósítás és az egyéni individuum előtérbe kerülésével a kötöttségek től való menekülés is egyfajta felértékelődött értékrendjévé vált a nyugati társadalmaknak. Az Alba Radar legújabb közvéleménykutatásában arra voltak kíváncsiak, értéke a házasság, milyen társadalmi szerepet tölt be, és milyen életkorban érdemes házasságot kötni. Erről kérdezték a fehérvári lakosokat. A lakosok többsége azt gondolja, hogy nem a jogi formától függ azt, hogy milyen párkapcsolatban élünk, illetve milyen együttélési formát választunk. De bizonyos kérdések mentén, például, hogy az anyagi biztonság, vagy a szülői ház támogatása, vagy a gyermekvállalás, a gyermek jövőjének biztosítása inkább a házasságban tartják biztosítottnak. A válaszadók többsége szerint az önmegvalósítás inkább az együttélésben teljesedhet ki, mint a házasságban, és azt is fontosnak tartják az emberek, hogy a házasságra lépés előtt egy kis időt próbaként együtt éljenek a fiatalok. Gyermek érkezése esetén azonban a válaszadók 60%-a úgy látja, jobb, ha a szülők összeházasodnak. A szingliség egyébként nem jellemző Magyarországon, legalábbis nem tervezett életforma, inkább kényszerhelyzet. A társadalom többsége tehát vagy házasságban, vagy élettársi kapcsolatban, de minden esetre mindenképpen párban tervezi életét.